Szép estét nektek, újra itt vagyok, ígéretemhez hűen. 2024. május 25-én szombaton megrendezésre kerülő bálunknak a közreműködőiről szeretnék nektek most egy pár szót mondani. A rendezvény maga kecskemét Glória rendezvényházban lesz, és itt van a kezemben a részletes program. Azoknak, akik talán csak innen fognak tudni erről értesülni. Fővédnökeink között Kiskunfélegyháza alpolgármestere Balla László úr működik közre, és két számomra nagyon csodás személyiség, aki ennek a különös rendezvényünknek a témaköréhez, amely ugye ismételten mondanám, hogy édesanyám és a mi hála rendezvényünk, az eseményeink után, miközben nagyon-nagyon sokan az országban közreműködtek, drámának újraindításában. Így ez a két művész az egyik, Zsigóné Kati, tojás díszítés királynője Kecskemétről, a másik fővédnökünk pedig Bagdibella, Bella, mint fullness tanár és énekesnő. Számomra ő kifejezetten, és a másik két fővédnökünk is örömmel töltötte el a szívem, amikor először hallottam a sztorinkról és megtisztelt bennünket, hogy emeli az esemény mellé adták a nevüket. Ezért a program pontosan így fog kezdődni. 17 óra 30-kor várjuk majd szeretettel a vendégeinket, és ugye sokan tudjátok, hogy nem csak egy aperitív ital lesz a vendégfogadás, hanem bizony nagyon sokan a saját népviseleti ruháitokat már a jegyvásárláskor el is viszitek tőlünk a szalomból, de lesznek, akik majd ott a helyszínen fogják ezt átvenni, erre lehetőségetek fog nyílni. Egyből ott 6 órakor művésznőnk, Bagdi Bella fog a számunkra a dalok által, egy jó pár dallal az estet megnyitni a szeretet és a hála szellemében. Utána azonnal kezdjük a divat bemutatónkat, amely mivel ugye a történetünk kapcsolódik az én szakmámhoz, hagyományőrző és népviseleti ruhákhoz. Ezért úgy döntöttünk itt a családon belül, hogy ez nem csak egy hála rendezvény lesz, hanem mondjuk így, hogy ennek az isteni színjátéknak a részeként, akkor az én 14 éves népviseleti ruha múltam, eddigi múltamnak egy ékessége. Megmutatok nektek közel 64 ruhát azokból az alkotásokból, amelyeket ugye az elmúlt 14 évben készítettem egy divatbemutató keretén belül. Ezt olyan 45 percet tervezzük, és ennek a divatbemutatónak is az egyedisége, ami miatt merem állítani, hogy még ilyenen sem voltál. Itt Ludas egész a sziszi koronázási ruhámig bezárólag látsz mindent, ami a magyarság motivumai, viseletei közt akár autentikus viseletek, akár mondjuk azt, hogy hétköznapig, vagy egyszerűbb, esetleg műszálasabb anyagból létrehozott alkotásaimat jelentik, és képzeljétek el, hogy mivel én az utóbbi hónapokban ugye az ajándékruhákat több száz főre készítettem, ezért nem volt lehetőségem csodás alkotásaimat újra varni, ezért kénytelen voltam megtenni a művészeket, akiknek már készítettem, hogy felkérjem őket, hogy méretre igazítottan hozzák el erre az eseményre, és képzeljétek el, hogy igent mondtak, és azt mondták, hogy ha már elhozzák magukon a ruhát, akkor nem csak... Végig fognak menni a kifutón, hanem akkor számotokra azt teszik, amit mindig is szoktak, énekelni fognak. Ilyen művészeink, például Juhász Adrián, Kecskemétről operett és nótaénekes, Mohácsi József úr Debrecenből szintén operett és nótaénekes, emellett pásztor Csenki Dóra gyönyörű hegedű játékával fog bennünket elkényeztetni, ehhez a koreográfiát az egész divatbemutatóhoz Vitéz Kovács Pál állította össze azokkal a nagyszerű manökenekkel, akik igazából hivatásokat nézve nem manökenek, hanem a szeretetükből adódóan megtették azt nekem, hogy betanulták, és meg fogják mutatni nektek a színpadon az általam készített ruhákat. Ezután a divat divatbemutató záróakordjaként fog megjelenni az én nagy büszkeségem a sziszi ruhám, Ferenc Józseffel, és úgy, mint ahogy ezt a filmben láthattátok, a keringőt fogja egy élő zenekar, zenekar kíséretében eljárni, és ennél a pillanatnál fog megjelenni, megtisztelően számomra a Nemzet Zászlajának képviselője és hírvivője, Lukács Sándor úr, aki elhozta, el fogja hozni az ország ágyúját is, és bizony ez az esemény egy ágyúszóra fog megtörténni, ami egyben a bálnak a nyitó tánca is lesz. Ezután fogunk benneteket svédasztalos vacsorával várni minden kedves vendéget, és ez idő közben majd lehet nyilván a tombolákra is vásárolni tombola szelvényeket, kuponokat, ahol a legfontosabb, hogy egyből a fődíjra térnék, ami szintén ennek az esemény egyediségének megtiszteltetéséül Zsigóné Kati tojásdíszítés királynő Kecskemétről egy egyedi alkotásra fog szerepelni, 450 ezer forint értékben, amelyről annyit tudtam meg, és biztos ezt ti tudjátok jobban, mint én, hogy ez az alkotás már ezen esemény után lényegesen többet fog érni, mint 450 ezer forintot. Ez lesz a fődíjunk, és egy csomó olyan díjunk lesz még, amit, amit hát mondjuk így, hogy 40 ezer forintnál magasabb értékű. Én itt most csak megemlíteném nektek, hogy ebben, ezek díjakban kik azok, akik felajánlást tettek és már közreműködnek. Egy Gór Károly festményt ajánlott fel a Hungarikum Liget részünkre. Emellett Lezsák Sándor és Ütő Gabriella még a Hungarikum Liget által külön wellness utalványokat is, egy gyönyörű kosarat, egy népmű művészeti alkotást is felajánlott a részünkre, valamint jegyeket. Utána az Aranyhomok Szálló, Kecskemétről, Gál István úrral felajánlások közt, Móra Halom Termáfülő és Panzió a felajánlások közt, Papszigati Béla Vőfény Celebrálás felajánlása, ami szintén egy nagyon komoly értéket képvisel, Csongrádról a Dóra Ékszernek egy arany ékszere szintén szerepel, és nagyon-nagyon sok díjunk mellett még, a, akik komolyan gondolkodnak a tombolán, lehetőségük lesz személyesen a helyszínen két komoly írónak a könyvére is szert tenni, és ott, bár ezt így én most ővelük még nem pontosítottam, de mivel jelen lesznek, biztos külön megtiszteltetés lesz, hogyha dedikálhatják a könyvüket, ilyen, mint Zétényi Csukás Ferenc úr, aki ismeri őt, és Neszményi Gubacs Erzsébetnek a könyveit is meg fogjátok találni. Lázár Imola Tűzománc ékszereiből is nagyon sokan ö, fognak részesülni, sőt, őneki alkotásai, valamint Szűcs Katalin Szabóság egyedi termékei, és még két másik alkotónak a termékeire a vendégek licitálhatnak majd. Ahogy említettem, olyan alkotásokat fogtok látni, amelyet máshol nem fogtok tudni sem megvásárolni, sem hozzájutni a licitből és annak a különbözeti értékéből befolyó összeget, ugye biztos tudjátok, hogy egy olyan szakiskolának a támogatására is fordítjuk, Kossuth Lajos Kiskunféle Szakiskola támogatására, ahol gyermekek több hónapon keresztül nem diák munkával részt vállaltak családunk újrakezdésében. Én azt hiszem, hogy ezeket a gondolatokat, amit szerettem volna elmondtam nektek, természetesen évfélkor lesz ezeknek az értékes diáknak a sorsolása, és utána a buli folytatódik csergetéssel, amire csikósok és betyárok fognak készülni, és évfélkor bizony talpra pattintani a még ott maradt vendégeket, és innentől hajnalig még további meglepetéseink lesznek számotokra, amit itt most nem fogok elárulni, azok fogják megtudni, akik eljönnek és ott lesznek velünk. Nagyon köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és bízom benne, hogy sikerült számotokra kedvet csinálnunk ehhez az esthez. Várjuk szeretettel még a jelentkezéseteket. Szép estét nektek!